Sajtótájékoztatón ismertette a Mobilis a 2014-15-ös tanév tematikáját, ami a közlekedés biztonság köré épül. A 2015 júniusáig tartó programsorozat tematikája az előző évekhez hasonlóan havonta változik majd. A Mobilis 2014-15-ös tematikus évének középpontjában a közlekedés biztonság áll. Úgy gondoljuk, hogy Európa első és tudomások szerint mindmáig egyetlen olyan tudományos játszóházaként, amely kifejezetten a közlekedés, mozgás, autóipar témaköré építi a tevékenységét. Elsődleges feladatunk és célunk, ha úgy tetszik, akkor küldetésünk az, hogy felhívjuk a látogatóink figyelmét a szabálykövetés fontosságára, illetve a felelősségtudat megfelelő kialakítására. Az ismét izgalmas év azonban egy meglepetést is tartogat a győri iskolások számára, ugyanis a Felfedezések Háza rendkívüli kedvezményekkel várja a győri oktatási intézmények diákjait. A győri önkormányzat a kezdetektől fogva rendkívül jelentős mértékben támogatja a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ működését. Azt szeretnénk, hogyha ez a támogatás egy kicsit plasztikusabban érzékelhetőbb is lenne a győri közösség számára. Ezért ettől az évtől kezdődően, szeptembertől kezdődően egy jelentős kedvezményt biztosítunk a győri iskolák számára, valamennyi győri iskola számára, aki partner megállapodást köt a Mobilis Interaktív Kiállítási Központtal. A tematikus évnyitó rendezvényén közlekedésbiztonsági témanapot tartottak, és a Rotary Győr szervezésében baleseti szimulációt nézhettek végig azok a tanulók, akik visszajelezték részvételi szándékukat. A demonstratív programon közel 600 diák vett részt, akik egy tragikus diszkóbalesetet láthattak. Teljesen élethűen fogjuk eljátszani a baleset utóéletét, tehát itt lesznek a mentők, katasztrófavédelem, szét fogják vágni az autót, a rendőrök ugyanúgy letartóztatják az ittas gépjárművezetőt, ahogy a valóságban, és sajnos a halott szállító is ugyanúgy el fogja szállítani a színészt, aki meghal, mint a valóságban. Ahhoz, hogy ez ne történjen meg, azért csináljuk ezt az egész gyakorlatot, azért csináljuk ezt a baleseti szimulációt, hogy ténylegesen ne történjen ez meg a győri fiatalokkal. A bemutató célja az volt, hogy felkeltsék a diákok figyelmét a felelősségteljes közlekedésre.